Claudio, your skills are well known, but that shot was really stunning. You scored a brilliant goal. Was that one of your nicest and biggest? Rúgott-e már ilyen szép gólt, hogyha jól értem? Actually, in the first league of Hungary, I think is the beautiful one. I hope to. Azt mondja, hogy talán a legszebb Magyarországon lőtt gólom volt ez. És nagyon boldog vagyok emiatt, azért, mert leginkább, hogy győzni tudtunk. És hogy maradtunk az elsők. Nagyon jól kezdtétek a bajnokságot, és továbbra is ott vagytok az élen. Mitől van ez a fantasztikus forma? Mi a kulcsa ennek? Én azt gondolom, hogy a kulcsa az, hogy mind az edzők, mind a stáb, mind a játékosok nagyon keményen dolgoznak. Mi lépésről lépésre haladunk minden mérkőzésen. És hogy minden játékos egy csapatként játszik, és én azt gondolom, hogy ezt is szeretnénk folytatni, hogy csapatként játszunk. Tovább köszönjük szépen. Elég hosszú mérkőzés volt, és nagyon úgy tűnt, hogy hiába próbálkozik a hazai együttes, a gól valahogy nem akart összeinni, pedig a helyzetek megvoltak. Hogyan értékeled ezt a találkozót? Nyilván a te szemszögödből az is fontos, hogy ez idény első mérkőzés volt számodra. Gondolom nem így tervezted. Így van, ugye egy hosszú sérülés után tértem vissza, ami a legfontosabb az, hogy elmúlt a fájdalom, nem éreztem semmit, hál' Istennek erőlétben is jól éreztem magam, ami a találkozót illeti pedig, ahogy említetted, nem így terveztük, próbáltuk volna itthon tartani a 3 pontot, azt gondolom, hogy két különböző félidő volt, hiszen az elsőben ugye megvoltak a lehetőségeink, ugye miután megrúgta a Kisvárda a gólt, ugye a fél időben váltottunk, azt gondolom, hogy hatalmas erőket mozgósítottunk előrefele játékban is, próbáltuk járatni a labdát, keresni az üres területet, ahol meg tudjuk játszani a társunkat. A Kisvárda nagyon visszaállt, ugye a második fél időben visszaálltak és próbáltak kontrázni. A szerencse se volt mellettünk, hiszen kétszer-háromszor elgurult a vonal mellett a labda, kapussal szemben nem találtunk be. Ami a legfontosabb, hogy tovább kell csinálni a dolgunkat, és újra rá kell találnunk a győztes útra. Ez a csapat még nem érett teljesen össze, ez is az egyik probléma? Azt gondolom, ezzel nincs probléma, hiszen játékban azt gondolom, hogy jól játszottunk. Ami hiányzott, ugye a gól. Jobban oda kell figyelni a helyzet kihasználásra, ugye az első nagy helyzet a miénk volt, ott bemegy, teljesen más mérkőzést láthattak volna a nézők, de ami a egyéni és csapat teljesítményben pedig mindenkinek kell fejlődni, hiszen ezen a mérkőzésen nem tudtunk gólt rúgni, és kikaptunk, ami azt gondolom, hogy nagyon bosszantó, hiszen nem így készültünk. Köszönöm szépen, jó. Újabb rendkívül fontos győzelem a csapat számára, ez a 6. forduló, 5 győzelem, és továbbra is vezeti a tabellát a Kisvárda. Az eredmény volt most a legfontosabb, vagy összességében teljesen elégedett a játékkal is? I'm very satisfied until we played 65 minutes of the game. 65 percig rendkívül elégedett voltam azzal, amit láttam. After that we had to suffer a little bit because We had a lot of chances to score in the first half, even in the second half. Utána 65. perctől volt egy szenvedősebb időszakunk. Nem tudom, hogy miért, előtte nagyon sok helyzetünk volt, 100%-os helyzetek, amit be kellett volna rúgnunk. Puskás is a very dangerous team, they had chances as well. Puskás egy nagyon-nagyon veszélyes csapat, akiknek ugyanúgy megvoltak a maga lehetőségei. And then after the 70 minute we had to suffer a little bit and drop our lines. 70. perc után szenvedősebb lett a mérkőzés számunkra. And this is football. I'm happy for the points, but I'm very happy for this group of players. Very happy for them. They deserve it. Természetesen ez futball, és az eredménynek örülök, az újabb három pontnak, viszont aminek nagyon-nagyon örülök, azok a játékosok, a saját fiaim, akikért szorítok és boldog vagyok. Ami látható, hogy fegyelmezettségben és koncentráció terén but nagyon erős ez a Kisvárda. Jól láttuk? Jól látjuk? Is it true? Yes, you're totally right. I don't say more, I just say this. You are totally right. Ez az egyik kulcsa egyébként a sikereknek? A fegyelmezettség? Teljes mértékben, tehát igen. És is it the key for a winning streak? I think this and tactical knowledge. Tactical knowledge as well from the players. They accept the changes that we have to make, and I think this as well. So focus, mentality, and tactical knowledge.
of the players. Az egyik, amit említettünk, a fegyelmezettség, a másik pedig a taktikai tudás, amit a játékosok megszereznek, és a változásokat, a változtatásokat mérkőzés közben pedig adoptálni tudják. From the players. Obrigado. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy vereség után sosem könnyű nyilatkozni, de inkább bosszus vagy csalódott, mik az első érzései? Kicsit többet vártam a csapatomtól a végén, ütközésekbe főleg, mert egy 1-0 versztésnél állt a csapatom végig. Sajnos egy szerencsétlen gólt kaptunk, mi magunk tehetünk róla, rosszul rúgtuk el a labdát. Kár, én kicsit azt bánt, hogy az első fél időben 0-0-nál volt két zicserünk, vagy egy fejes apaseknek, a jó emlékszek. Ott, hogyha gólt tudunk szerezni, szerintem tisztele más a mérkőzés. De egy kicsit hiányoltam azt, hogy nagyobb erőbedobást a vége felé, mikor meg kellett volna törni jobban a Kisvárda védelmét, akár véletlennel, akár egy fönnfeláldozással. Kicsit többet vártam attól, a végén erőszakosabbak tudunk lenni, és hogy esetleg azt az eredményt, ezt a kellemetlen 1-0-t vagy 0-1-et meg tudjuk változtatni esetleg döntetlenre, vagy fordítani. Tehát, hogy egy kicsit többet vártam ott a végén küzdésbe a csapatomtól. Nagyon az első fél időben, amit hiányoltam, és végig a másik fél időben ez történt, a középpályát nagyon kihagytuk, és széleken próbálkoztunk játszani, de viszont nem volt vége a támadásainknak, úgyhogy nem így terveztem. Többet akartunk a középpályán játszani, sajnos ezt a középpályás játékosomnak a passzivitása okozta, aki nagyon félénken próbáltuk a labdát kihozni. Első fél időben Fanny, Favro, Pöstek nagyon passzívak voltak a Balutával, tehát itt ez volt a mi erősségünk, tehát itt többet kell megtenni azért, hogy a labdát konstruktívan felhozzuk, és ezeken keresztül csak a széleken hoztuk. Már mondjuk a Szolnoki Roli személyében, a Nagy Zsolt személyében veszélyesek tudtunk lenni. Volt, mondom, két helyzetünk, de sajnos ilyen ellenfél ellen most ezt be kellett volna, hogy rúgjuk, és akkor most lehet, hogy más lett volna az eredmény is. Kellemetlen, de rendkívül fegyelmezett volt az ellenfél. Miért nem tudták megtörni a játékukat, hiszen olyan sok csodát azért nem vittek ki a pályára ők sem? Hát úgymond mi magunkat vertük meg ma a rossz passzal, vagy az indítás, amit a Bumbának sikerült be góllal kivitelezni. Sajnos mondom, az a személyiség hiányzott ma nekem a végén főleg, hogy maga egy játékos magára veszi a felelősséget, és esetleg egy individuális akcióval, akár egy jobb lövéssel vagy befejezéssel, egy jó dribblinggel levesz magáról két játékost, és megoldja ezt a mérkőzést. Köszönöm szépen. Én is jó köszönöm. Folytatást. Köszönöm. Minden jót.